Szerencsétlen Patrik, annak ellenére, hogy majdnem megnyerte az első évadot, most azért egy kicsit nehéz pályán van. Én azt gondolom, hogy a Zozó, mivel ekkora mindenki kedvence, ez a kis cukiskodása, vigyorognak a lányok, örülnek tőle, nem értem, valami biztos tudhat. Téged zavar? Nem zavar, hanem csak nem értem. Oh. Tehát nekem ez a személyi kultusz, ami a Zozó körül van, ez ami végtelen fura és személyi kultusz, ami hát ezt a szót keresztem, annyi. Amúgy el. És sajnálom, ha miért ellenérzés van, de nem, de igen, ellenérzés van. Nem. Egyébként őt is meg kell ismerni, szerintem. Mármint én megismertem, én ismerem. Közel sem ilyen. De akkor miért játszik szerepet folyamatosan? Na, értem én, hogy neki ismeri, de hogy ez a színjáték, amit ott lenyom állandóan a banánon, és nekem ez ilyen... Na, hát ezt én sem tudom. Hát akkor ki ő, meg hogy miért szeretik ennyire? Mert ugye ebből, amit ott mond, abból nem egy szerethető karakter. Ja. Én Zozót nem ismerem, ezt tisztázzuk le így az elején, de amit tudok róla, az az, hogy semmi őszinte mondata nincsen, és igazából nem is szokott érdekelni, mit mond, mert tudom, hogy az csak valami kamu, vagy amit éppen akkor szerinte kell abban a szituációban mondani, és én nagyon remélem, hogy utána őszintén a csapatnak elmondja a valós véleményét, csak előttünk nem akar semmi olyat mondani, ami bármilyen szinten megosztó, vagy furcsa lenne.